A következő videóban két darab képkezelő programot szeretnék bemutatni. Ez a Just Picture és a Picture Folder. Kezdjünk a Just Picture-re. Ez a telefonunkon lévő képeket és mappákba rendezi, amint azt láthatjuk. Külön léphetünk bele a mappákba. Aránylag gyorsan és akadásmentesen töltődik be. Képeinket megfelelő módon kezeli, akárcsak a gyári. Tudunk egy ujjal zoomolni, valamint az ujjunk oldalra húzásával navigálni a képek között. Továbbá felvehetünk különféle fiókjainkat, köztük a Facebookot, Picasso-t és egyéb online albumokat. Ezeket a bangom megnyomása után tehetjük meg. Persze nem itt, hanem egy menüvel kintebb. Bejelentkezések kezelésével, valamint a fiók hozzáadásával is felvehetjük a online fiókjainkat. Én általában a bejelentkezések kezelését használom, mert azzal rögtön felveszük a fiókot, és nem kell még utána engedélyeztetni is külön. Beállításoknál találhatunk megjelenítés beállításokat, funkció, értesítés, fájlok és gyorsítás beállításokat, hibakeresési opciókat, valamint kapcsolatok opciókat. Gyorsítótárnál beállíthatjuk, hogy képeket tárolja az SD kártyán, vagy sem. Valamint beállíthatjuk, hogy a no media fájlokat is figyelembe vegye, avagy sem. Ez azt jelenti, hogy a rejtett albumokat, amelyeket például a Picture Folder-rel elrejtünk, ettől függetlenül még a Picasso mutathatja. Megszabhatjuk, hogy mekkora legyen a ideiglenes tároló mérete. Ehhez be kell pipálnunk a méretállítást, és itt megadhatjuk megabyte-ban, jelenleg 4096 van megadva, ennél többet nem szeretnék én rászánni. Másik, amint mondtam, Picture Folder. Ez annyiban más, hogy online albumokat nem kezel, csupán a telefonanyagunkon lévő albumokat jeleníti meg külön mappába. Ebben egy kicsivel lassabban dolgozik az oldalra húzós képváltás, valamint egy új a zoom, amint láthatjátok, sajnálatos módon nincsen benne. Dupla kattintással tudunk nagyítani vagy kicsinyíteni a képeken. Ennyit szerettem volna bemutatni.